Hogyha Fidesz támogatással indul, akkor mindenképpen ehhez a politikai közösséghez kell, hogy tartozzon. Ez volt az egyik szempont, amit mérlegelve Tolna polgármestere Berta Zoltánt, a város jelenlegi külsős társadalmi megbízatású alpolgármesterét kérte fel önkormányzati képviselőjelöltnek. Emellett azok is fontos érvek voltak, hogy Berta Zoltán 4 éve napi szinten dolgozik együtt Appelszófer Ágnessel, a közös munka pedig mindkettejük szerint kiegyensúlyozott, valamint hogy a mostani alpolgármester jó kapcsolatot ápol a helyiekkel is. A Zoli teherbírása és felkészültsége az szinte páratlan. Tehát egy nagyon-nagyon jó döntés volt az, amikor őt intézményvezetőként felkértem, hogy legyen úgynevezett külsős alpolgármester a képviselőtestületben, a városvezetésben. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó döntés volt ez akkor, hogy a javaslatomat elfogadta a képviselőtestület, hiszen azóta naponta dolgozunk együtt, és napi kapcsolatban vagyunk. Úgymond adta magát, hogy ő indul a megüresedett körzetben, hiszen valahol egy ilyen külsős alpolgármester mégiscsak úgymond lóg a levegőben. Tehát hiába a mindennapokban ott van mellettünk, és pontosan tud és ért mindent, de szavazati joga a képviselőtestületben nincs. És én fontosnak tartom, hogy az ő munkája elismeréseként legyen arra módja, hogy feltehesse a kezét az egyes döntéseknél. Nyilván a döntés előkészítésben már korábban is részt vett, de hát az is nagyon fontos, hogy az ő szava is ténylegesen számítson a képviselőtestület szavazása szempontjából. A Fidesz mellett a kisebbi kormánypárt, a KDNP is támogatja Berta Zoltánt, így mindkét politikai közösség őt indítja el Tolnán március 3-án képviselőjelöltnek. Adta magát azt, hogy Berta Zoltán, aki eddig külsős alpolgármesterként segítette Tolna város működését, a következő időszakban, mint Fidesz-KDNP jelölt fogja a Pirgi József korábbi körzetében megmérettetni magát. Alpolgármester Zoltán a legalkalmasabb jelölt Tolnán mindenki ismeri Zoltánt, nagyon sokat dolgozott, kézben tartja a városnak a gazdasági ügyeit, az egész városért érez felelősséget, és nyilván ebből az adott nehéz helyzetből adódóan helyt fog állni a egyéni körzeti képviselőként is. Az eredetileg közgazdász végzettségű Berta Zoltán 2016 óta tagja a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek, 2014 óta a város alpolgármestereként főleg a helyi városüzemeltetés irányítása volt a feladata. Azt mondja, megválasztása esetén elsődleges célja az lesz, hogy bevonja a körzetében élő, mintegy 800 tolnait a helyi közéletbe. Mindenféleképpen a személyes jelenlétre, a helybéli lakókkal való konzultációra fogom a hangsúlyt fektetni, mind a kampányidőszakban, illetve hogyha megválasztanak a körzet polgárai, akkor azután a következő hónapokban is erre fogom a hangsúlyt fektetni. Szükségszerű, hogy megismerjük az ő véleményüket, szükségszerű, megismerjük a gondolataikat, helyi problémáikat, nem csak a körzetre vonatkozóan, hanem általánosságban a város vagy a közélet ügyeivel kapcsolatosan, és hát nem titkoltan szeretném egy kicsit a közösségi életbe is bevonni a helyben a lakókat. Ehhez mindenféleképpen a személyes megkeresés és kapcsolattartásra lesz szükség. A polgármester asszony első felkérésére egyből igen mondtam, de tettem ezt nagyon nehéz szívvel, hiszen Pirgi József egy 20 éves, több mint 20 éves munkát fektetett a politikai és a közösségi életbe Tolnán. Ezt az űrt kellene pótolni, ami nyilván, hogy óriási felelősséget fog róni, bárki is legyen az. Szeretném én betölteni ezt az űrt, szeretném az ő általa elkezdett munkát én magam befejezni, és azokat a számvetéseket elkészíteni, amik 4 évvel, 5 évvel ezelőtt megfogalmazódtak. Jövőre nem csak időközi, rendes országgyűlési önkormányzati választást is tartanak. Tolnán azért kell mégis március 3-án voksolniuk a helyieknek, mert Pirgi József halála és az országos választás között több mint 6 hónap telik el.